Megtelt a Művelődési Ház színház terme érdeklődőkkel a Solymári Férfi Kórus 50 éves jubileumi hangversenyén és kiállításán április 27-én délután. A hangverseny fanfárral kezdődött, melyet Vencel Mihály tenorkürtön és Bonivárd Gergő trombitán adtak elő, majd a Zeng az ének, Száll az ének című dalt énekelve vonultak be a kórustagok, élükön a zászlójukat vívő Pakó Károllyal. A megjelenteket Novoszádek János köszöntötte, majd a kórus nevében Vencel Mihály mondott ünnepi beszédet. Fél évszázad kell, míg egy lehullott termésből éltes fa válik, mely már sikerrel dacol ugyan az időjárás viszontagságaival, évről évre újra termést hoz. Ehhez a fához hasonlítanám kórusunkat, mely erős gyökérzettel kapaszkodik a hagyományok talajába, megvannak a törzsét alkotók, akik még az alapító tagokkal együtt szívták magukba a helyi német kultúrát, tápanyagát. És megvannak a magasba törő ágak, amelyek szertágazóak, különbözőek, de egységesen alkotják a lombozatot. 50 év nem kevés idő egy kórus életében. A Solymári Férfi Kórus ez idő alatt rendszeresen vett részt minősítéseken. Első alkalommal 1971-ben Vácott bronzkoszorút, legutóbb 2009-ben hangversenykórus minősítést ért el. Három alkalommal vettek részt kórus versenyeken, ahol a férfi karok között egyszer ezüst, kétszer pedig bronzfokozatot értek el. Hát alapvetően az már egy nagyon nagy dolog, sőt nagyon büszkének kell lenniük arra, hogy 50 évvel fennáll ez a kórus, mert nagyon sok amatőr kórusnál, amatőr kezdeményezésnél elkezdődik, és egy idő után vált, és vagy megszűnik a kórus, vagy valami más lesz belőle. Itt viszont én még csak 8 éve vagyok itt a kórusban, illetve 7,5 éve vezetem a kórust. Azóta azt lehet, hogy van egy hagyománya, amit őrizni szeretnének, ezt lehet mondani, és minden mellett nyitottak az újra még bármennyire, azt lehet, tehát hogy lehet rajtuk esetleg látni, hogy idősödnek, tehát, de akkor is nyitva vannak még mindenféle újra is, és hát persze szeretnek visszanyúlni a régi dolgokhoz. Ez azért nem annyira szokványos egy amatőr kórusnál, hogy 50 évig így fennálljon. Najlik a fejje, to samma olikren, to hot fejne okkelik, tillik le fosun fejn. Trum trari rádi rí rádi ó, to hot fejne okkelik, tillik le fosun fejn. A férfi kórus 1985-ben szerepelt először Németországban, Öhringen városában. Elátogatás alkalmával kerültek kapcsolatba Wüstenrot községgel, ahol a meghívásnak elegettéve nagyban hozzájárultak a két község közti partnerkapcsolat kialakulásához. Hát olyan nincs, aki 50 éve énekel a kórusban, de 40 éve énekel már velünk egy kórustag. De nagyon érdekes, hogy ugye solymári kórus, tehát nagyon sokan solymáriak, még svábok, tehát ők érthető módon harcolnak a dialektusukért, és megharcolnak azért, hogy énekeljük a sváb népdalokat. De ugye van a kórusban budapesti székhelyű mérnök, vagy már nyugalmazott mérnök, vagy van bányamérnök, és ettől színes, tehát ettől inkább színes lesz. 23-an vagyunk most, mármint hogy a tagok, 24-en, csak most egy tagunk éppen nem tudott fellépni velünk, de 24-en énekelnek aktívan. A mostani koncerten a kórus régi dalaiból és újabbakból is hallhattunk részleteket, sváb népdaloktól kezdve egészen az operáig. Repertoárból újat nem tanultunk direkt, viszont a nagyon régiekhez is hozzá visszanyúltunk, régi darabokhoz, tehát azt újra kellett tanulni. Mi tudtuk már új régóta, hogy most lesz ez az 50 éves jubileum, úgyhogy az igazi készülést azt most kezdtük el februárban, de előtte azért már az elmúlt évadot úgy kezdtük, hogy vegyünk elő rég olyan darabokat, meg énekeljük át, meg egy kicsit ugye ezt energiába is lábba jobban kell bírni, mint hangba, hogy ott 2 órát álljanak a
a fiatal emberek, és hogy tudják tartani magukat, ez nem egy fiatalon se könnyű, és akkor ebbe is, meg hát ez hang, ne kelljen gondolkozni, mit fognak énekelni. De azért az hozzátartozik, hogy még januárban, ugye 31-én volt a kórus alapítása 69-ben, és még januárban volt egy misénk, február 3-án, elnézést Balázs napon, de volt egy mise, amit a kórusért mondattunk, és ott mi énekeltünk, egyházi énekeket, tehát az volt az egyházi része a misén, és akkor utána pedig most itt ez a világi. A koncert mellett a közönség egy kiállítást is láthatott, amely a kórus történetét mutatta be. Solymár első férfi kórusát már 1885-ben megalapította egy Hugo Lauros nevű osztrák mérnök, és 1913-ig vezette is. 1932-ben a kórus felvette a Cecília dalkör nevet, és egészen 1946-ig ezen a néven működött. Ekkor azonban a tagok nagy részét családostól kitelepítették, így működésük befejeződött. Magyar Ferenc kezdeményezésére és Kelemen Istvánné általános iskolai énektanár segítségével 1969. január 30-án újjáalakult. Ennek éppen 50 éve. 1976-ban vette át a karnagyi feladatokat Kempelen Tünde, a Kultúrház akkori igazgatónője, aki a férfi kórus közreműködésével megszervezte a Solymári Zenei Hetek hangverseny sorozatát. A rendezvény sorozata mai napig is működik, Bárdos Lajos Zenei Hetek néven budapesti székhellyel. 1984-ben Marosi Albert lett a kórus szakmai vezetője, 1987-ben bekövetkezett haláláig. Őt Korsóstén Havasi Cecília követte, ő vezette tovább a kórust 1989. januárjáig. Ezután a kórus karnagya Gerendai Endre és állandó segítője Gerendai Ágnes, akik 16 éven át feleltek a szakmai munkáért. 2005-től Tóth Árpád vette át a karnagyi feladatokat, aki Juhász Diánát hívta maga mellé helyettesnek és zongora kísérőnek. 2011. októberében Tóth Árpád lemondott posztjáról, helyét Juhász Diána és Fábián Attila vette át. 2012. októberében Juhász Diána is távozott, azóta a kórust Fábián Attila vezeti. A mostani koncert végén régi kórustagok is csatlakoztak az énekléshez. Voltak benne olyan pillanatok, amik ugye a próbán soha nem jönnek ki. Fantasztikus pillanatok is voltak a hangzásban, a koncentrációban, és hát a hatás volt. Ez a közönség is tudta értékelni, tehát lehetett hallani. A műsor elég színesre sikerült, hál' Istennek így is terveztük, hogy minél színesebb legyen az 50 évből, azért elég sokat tudjunk meríteni, és hát mellette, hogy szeressék is énekelni, a közönség szeresse is hallgatni, és hát voltak olyan felemelő pillanatok, hogy tényleg azt mondja az ember, hogy ezért érdemes.